Jó estét kívánok, köszöntöm Aktuális című műsorunk nézőit. Az idei évben többször több témát is elemeztünk. Ez a mai pedig az utolsó politikai elemzésünk, méghozzá dr. Szántó Imre László jogász politológussal. Szervusz! Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Nos, hát mindig nagyon sok minden történik két alkalom között. Most ugye, ami a legfontosabb, talán lehet azt mondani, hogy az Európai Tanács is megszavazta a magyar helyreállítási tervet, és elméletileg, és bízunk benne, hogy gyakorlatilag is, elhárult az akadály az elől, hogy az uniós pénzek megérkezzenek Magyarországra. Mi most a helyzet pontosan? Mert ugye itt azért az ellenzék kicsit másképp kommunikálja ezt a dolgot. Hogy látod politológusként ezt a helyzetet? Én azt gondolom, hogy itt fontos tisztán látni ebbe a dologba. Az Európai Unió pénzügyi alapjainak kezelésénél egy komoly összetett munkafolyamat van, amit alapvetően a bizottság kezdeményez. A bizottságnál indulnak el ezek a folyamatok, és tulajdonképpen a tanács az, amelyik a végén az áldását adja a pénzek lehívására, most nagyon leegyszerűsítve és nagyon röviden, tömören. Jelen pillanatban ugye kettő forrásról beszélgetünk. Az egyik a Covid-járvány utáni helyreállítási alap, vagy helyreállítási terv, amelyet minden országnak el kellett készítenie, ezt be kellett nyújtania, ezt megvitatták, ezt kiegészítették, ehhez hozzányúltak, már ahol kellett, mert a magyar tervre azt mondták, hogy a legjobb volt az Európai Uniós államok tervei között, bár politikai okból nyilván támadható, mint minden pénzügyi terv, vagy minden költségvetés, és ezt tulajdonképpen sikerült megerősíteni azzal, hogy most az utóbbi időszakban a tanács is rábólintott. Ez jelen pillanatban durván 2300 milliárd forintot jelent, amit 2026 év végéig kell elköltenie a Magyarországnak. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ez tulajdonképpen egy vissza nem térítendő támogatás, és ez érkezik az Európai Unióból. Ennek van egy másik része, ebben jelen pillanatban még nincs a kormányzaton belül sem konszenzus, úgy tűnik. Ez egy hitel lehetőség, amit le lehet hívni. Ez egy nagyobb összeg, ilyen 3600-3800 milliárd forinti összegről van nagyjából szó. Nyilván itt az árfolyam, euróforint árfolyam is meghatározó tud lenni. Erre eddig az volt az álláspont, hogy nem tartanak igényt Magyarországon, Budapesten, de ezzel kapcsolatban jövő év nyaráig kell választ adnunk. Még változhat. Jelen pillanatban úgy tudom, hogy zajlik kidolgozás arra az esetre, hogy adott esetben ezt a nagyon kedvező hitelt is fel tudja venni tulajdonképpen az Európai Unió, és aztán delegálja nekünk. Ez az egyik kupac. A másik pedig ugye az Európai Unió költségvetéséből származó kohéziós alapok. Itt nagyon leegyszerűsítve a dolgokat, ez nagyjából 14 ezer milliárd forint, amit 2027 végéig ebbe az Európai Uniós pénzügyi ciklusba Magyarországnak járó, és ez hangsúlyozom, járó források. Itt különböző eljárások, úgynevezett kondicionalitási eljárások miatt vannak viták, vannak problémák abban, hogy mennyit és hogyan hívhat le Magyarország. Van, amit ugye fel is függesztettek, ugye legalábbis részben, van olyan része, ami már megérkezett. Ez nagyjából úgy oszlik meg, hogy 4000 milliárd forintot a vidékfejlesztésre, ez itt vidéken élőknek egy kifejezetten jó hír, agrártámogatás a vidékfejlesztésre, a további 10000 milliárd forintot pedig egyéb operatív programokra szeretnének költeni. És akkor itt hadd csatoljak vissza az előbb mondott helyreállítási alaphoz, ugye 2300 milliárd forint, ennek nagyjából úgy néz ki, hogy a terv szerint 50%-a az a megújuló energiaforrások felé történő lépés, 30% a digitalizációs fejlesztés, és a maradék pedig egyéb területeken lesz elköltve, úgy, ahogy ezt mondtam, 2026-ig, a másik, a nagyobb összeg, az pedig ugye az uniós ciklus végéig 27-ig. Ugye a kormány korábban beszélt arról, hogyha most már tényleg így az uniós forrásokra beszélünk, hogy amint megérkeztek az uniós pénzek, akkor elkezdődhet a pedagógusoknak a béremelése. Most elmondtad, hogy milyen kalapok vannak. A kalapok közül a pedagógus béremelés milyen forrásból fedezni a kormányt? Ugye az már biztos, hogy van egy olyan elfogadott operatív program, amelyben 400 milliárd forint rendelkezésre áll a pedagógus bérfejlesztésre. Azt hozzá kell tenni, hogy az Európai Uniós finanszírozás a túlnyomó többségét tekintve ezek utófinanszírozások. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik kohéziós alapból, tehát nem a helyreállítási alapról beszélünk most, hanem a kohéziós alapról, tehát a nagyobb összegről, ami az Európai Unió költségvetéséből Magyarország
országnak járó forrás, ez tulajdonképpen mind utófinanszírozás. Ez mit jelent? Ez azt jelenti a valóságban, hogy különböző operatív programokat meghirdett a magyar kormány, ezekre van, ahol az állami szereplők, van, ahol az állami és a magánszereplők, van, ahol a civil szektor, van, ahol csak a civil, van, ahol csak a vállalati szektor, de pályázatokat nyújt be. Ezeket a pályázatokat megvizsgálják Budapesten, eldöntik, hogy pályázat nyertes vagy nem nyertes, és onnantól fogva elkezdődik egy kivitelezés, egy kifizetés. Majd amikor ezekből a pénzekből bizonyos összeg nyilván összejön, akkor ezt Brüsszel felé jelzi a magyar állam, kvázi úgy tetszik, benyújtja a számlát, és az pedig ezeket a pénzeket megtéríti, tehát visszautalja a magyar költségvetésbe. Tehát ezért, amikor arról beszélgetünk, hogy tulajdonképpen egy Európai Uniós projekt az miből van finanszírozva, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ez pillanatnyi, ez napról napra változhat, hiszen mondhatjuk azt, hogy ez egy Európai Uniós irányelveknek megfelelő pályázat, vagy egy döntés, ami későbbiekben az Európai Uniós pénzekből lesz finanszírozva, de mondjuk egyelőre még hazai költségvetésből van, és van is van olyan, ami pedig tisztán hazai. Itt ugye olyan ígéret volt, hogy a pedagógusok bérnövekedése az egy masszív bérnövekedésnek kell lennie. Tehát szó szerint úgy fogalmaztak a kormányzati oldal, a rendszerváltás óta nem látott mértékű bérfejlesztés várna a pedagógusokra. Van itt egy célkitűzés is 2025-re. Igen, abszolút, így van. Ebből most azt látjuk, hogy 10%-ot szeretnének idén bérfejlesztésre fordítani, 66-67 milliárd forint. Viszont ez tisztán hazai forrás, ez az Európai Uniónak nincsen köze. Ez tulajdonképpen kizárólag a magyar költségvetés terhére szeretnék megvalósítani, kifizetni. A későbbiekben pedig, ugye ahogy érkeznek, ahogy kiírásra kerülnek a pályázatok, és érkeznek közben az Európai Uniós pénzek, illetve amennyire a költségvetés engedi, úgy további 23-25% közötti bérfejlesztéseket vizionálnak a következő időszakokra. Hogy ez pontosan az Európai Uniós elszámolásokon belül hogyan szeretné a kormányzat érvényesíteni, azt gondolom, hogy erre vannak tervek, de ezt majd akkor érdemes megnézni, megvizsgálni, amikor ezek konkrétan a pedagógusok számláján megjelennek, hiszen akkor tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy akkor már végleges egy költségvetés, mindig akkor végleges, amikor kifizetés történik. Ugye ennek ellenére a pedagógus szakszervezetek kijelentették, hogy tovább folytatják a tiltakozó akciót, mondván, hogy ez a béremelés a beígért 20%-os infláció miatt kevés, és azt is mondják, hogy nem csak a bérrel van a probléma. Ez egy komplex kérdés, az oktatásügy kérdése. Hasonlóan beszélgethetünk egészségügyi kérdésről, sok minden szociális kérdésről. Ezek mindig nagyon nagy komplex témák. Ha ezen belül a pedagógusoknak a bérére kell csak fókuszálni, akkor elmondhatjuk azt, hogy ez igazából egy gesztus. Ez azt mutatja, hogy a kormányzat érzi, hogy ez egy olyan feladat, egy olyan probléma, amire foglalkozni kell, több figyelmet kell kormányzati szinten is erre fordítani, de nyilván azt látni kell, hogy jelen pillanatban azért egy bonyolultabb gazdasági helyzetben van az ország, mint amilyenben volt akár csak tavaly, vagy két évvel ezelőtt, vagy a Covid járványt megelőzően, ezért egy jelképes béremelést tudnak végrehajtani. Azt gondolom, hogy a kormányzat is érzi, hogy ez kevés, de mégis azért valamennyit próbál nyújtani. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a szakszervezetnek jogos és szükséges is a tiltakozása, hiszen őnekik az a céljuk, hogy az ő általuk képviselt munkavállalóknak a legjobb körülményeket harcolják ki, úgy a bérezés, mint a munka végzés terén. Tehát őnekik ez a feladatuk, ez a szerepük, nekik ezt csinálni kell, de azt gondolom, hogy részben sikerként értékelhetik ezt, hiszen a lobby tevékenységük nyomán a kormányzat kezeli ezt a problémát, és meglátjuk, hogy milyen ütemben tudja kezelni, milyen mértékben tudja kezelni. Én bizakodó vagyok, hogy a pedagógusoknak a megjáró mértékű emelés az, ha nem is egyből, nem is a következő pár hónapban, de a következő években egy biztos megélhetést fog tudni nyújtani Magyarországra. Igazából a kormányzati szereplők már az elejétől kezdve azt mondták, vagy azt kommunikálták, hogy jogos ez a bérigény, ez a béremelés kérdés. Nem volt egy egyszerű év, az talán kijelenthető semmilyen szempontból, se az embereknek, se a kormányzatnak, hogy így fogalmazzak, hiszen rengeteg külső körülmény is volt, ami nehezítette magát a kormányzást. Te hogy látod, hogy a kormányzó pártoknak, a Fidesz-KDNP-nek mennyire csökkent akár a népszerűsége, mennyire stabil ez a kormányzás?
Igen, egy nagyon érdekes éven vagyunk túl. Ugye volt egy választás, egy országgyűlési választás áprilisban, ahol a Fidesz-KDNP történelmi mértékű nyeres győzelmet tudott felmutatni. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az ellenzéket most már sokadjára az összefogás mindenféle permutációjában teljes mértékben megsemmisítette. Tehát ezt lehet szépíteni, ezt lehet az ellenzék részéről más színben feltűnni, ez egy teljes vereség, egy teljes kudarc volt. Ez látszott is amúgy a választás követő egy-két napon belül, hogy ez mind a két oldalt egy kicsit talán váratlanul érte. Ha most itt csak a Fidesz-KDNP-t vizsgáljuk, akkor nyilván ezek után még egy konjunktúra erősödést vehetünk észre. Ez azt feltételezi, hogy nyilván különböző dolgok azok hatnak a választópolgárokra, ilyen az erősebbhez húzás, szeretek győztes lenni, a győzteseket támogatom. Ez miatt a népszerűség választások után a győztes pártoknál egy picit még meg szokott emelkedni, illetve az ki szokott tartani. Ami ezt az évet illeti, nagyon nehéz év kormányzati szempontból. Tulajdonképpen az új országgyűlés és az új kormány még fel sem állt, de már közben egy szomszédban lévő háborús helyzettel, azzal kapcsolatban összefüggő gazdasági nehézségekkel, a Covid járvány utáni gazdasági nehézségekkel és millió egyéb dologgal kellett szembenéznie. A migrációs válságról ne is beszéljünk, a déli határon nagyon-nagyon nehéz állapotokat lehet tapasztalni. Hát ezekben a kérdésekben kell helytállni a kormányzatnak, és azt gondolom, hogy a régi kommunikációját megtartva alapvetően az ígéreteihez megpróbál hűen kormányozni. Nyilván a mozgástere sok esetben csökkent, szűkült, ez sok választópolgár elfogadja és továbbra is támogatja. A Fidesz-KDNP-t néhányan nyilván ez miatt csalódottak, kiábrándulnak belőle, de egy nagyon érdekes helyzet van, annak ellenére, hogy a választás után egy nehéz környezetben egy nehéz kormányzást kell folytatni a Fidesz-KDNP-nek, mégis a népszerűsége, hát ha nem is azt mondjuk, hogy továbbra is emelkedik, egy-két százalékpontos csökkenéseket mérnek a különböző intézetek, még most is hatalmas előnnyel vezet a népszerűségi listán. Kérdés, hogy ezt meddig tudják megőrizni, és hát ugye a kormányzás technikai szempontból azt szokták mondani, hogy amikor a csúcson van a népszerűség, akkor lehet meghozni kvázi egy kicsit érzékenyebb témákban is kellemetlenebb döntéseket, de egyelőre azt látjuk, hogy azért nem csak a törzsszavazók, hanem nagyon sok bizonytalan szavazó is még mindig a Fidesz-KDNP-ben bízik Magyarországon a legjobban. Egyébként szerintem ez pont az utolsó mondatod, amit mondtál, az igazi kérdés szerintem ez, tehát hogy lehet, hogy nem feltétlenül értenek mindennel egyet az emberek, mondjuk amit a kormány tesz, ugyanakkor nem biztos, hogy az ellenzéki oldalon látják azt a kormányzó képes erőt, tehát hogy a kormánypártok népszerűségének mondjuk a csökkenése, az nem biztos, hogy pozitívan jelenik meg az ellenzéki pártoknál. Tehát hogy nem lehet így leegyszerűsíteni, hogy akkor a Fidesz-KDNP elvesztette, és aztán az ellenzéki oldalon az a szavazó majd megjelenik. Ez közel sem biztos egyébként. Igen, ezt nagyon sokan úgy gondolják, ahogy mondtad, hogy ha van egy szavazó, ma DK szavazó, holnap Fidesz szavazó lesz. Ma Fidesz szavazó, holnap a DK, ez nem így működik. Az embereknél azért persze van egy-két ilyen embert, mindig találunk ilyen szavazópolgár, de alapvetően, ha kiábrándulok valamibe, csalódok, az is egy folyamat. Utána megnyugszom, mondjuk adott esetben nem politizálok, vagy düböl politizálok, és azt mondom, ő rájuk nem, legyen az most jobb vagy baloldal, teljesen mindegy. Aztán kell egy megszólítás, egy közös hangvétel, egy csalogatás valamelyik párt részéről, akivel aztán azonosulok, és a végén akkor támogatom a szavazatommal. Na most azt gondolom, hogy ez a folyamat, amit elmondtam, ezt a Fidesz-KDNP tudta végigvinni, így tudott szavazókat átcsábítani. Az ellenzéknél ott akad meg a történet, hogy lehet, hogy a kormányzati politikából kiábrándulok, lehet, hogy dühös vagyok, mérges vagyok rá, mert olyan intézkedés adott, ami engem, vállalkozásomat, rokonomat, ismerősömet, bármimet negatívan érinti, de nem tudok azonosulni egy másik politikai erővel, mert az nem csalogat, vagy ha csalogat is, akkor azt mondom, hogy ez nem én vagyok, ez nem az én politikai meggyőződésem, és ezek a választópolgárok ugye, hát először bizonytalanná válnak, tehát bizonytalanok táborát erősítik, aztán későbbiekben süllyednek olyan apátiába, hogy aztán végül azt mondják, hogy én távol maradok, köszönöm szépen, valamikor Fidesz szavazó voltam, de most már nem vagyok az, nem megyek el szavazni, de az ellenzékre nem húzom azért, mert, és akkor vannak különböző indokai, és hát az ellenzéknek ez nagyon jól érzik, és itt most bármelyik pártot nézhetnénk, hogy ezeket az embereket, illetve azokat, akik már több éve vagy több választási ciklus óta ebben a helyzetben vannak, őket kéne megszólítaniuk. Hát az jövő kihívás, hogy ez hogy fog
hogy fog sikerülni, és hangsúlyozom, hogy erre a Fidesz-KDNP-nek majd választ kell adnia. Tehát egyelőre ők most, ha lehet így fogalmazni, kicsit hátradőlhetnek, vehetnek egy levegőt, hiszen ők megnyerték a választást, hiszen ő, nekik a táboruk masszív erős. Az időközi választásokon tovább folytatják ezt a kvázi diadalmenetet, ők most úgy érezhetik, hogy rendben vannak, az ellenzéknek kell választ adni ezekre a kihívásokra, olyan választ, amivel azokat a polgárokat is tudják motiválni, akik adott esetben eddig a jobboldali tábort erősítették, vagy a Fidesz-KDNP bázisát erősítették, vagy azokat az embereket megszólítani, akik évek óta nem foglalkoznak a politikával. Ez nem egy lehetetlen feladat. Hogyha én személy szerint végignézek így az ellenzéki palettán, akkor azt látom, hogy talán két úgymond kiemelkedő szereplő van ezen a palettán, ez pedig nem más, mint a DK és a Mi Hazánk. Tehát, hogy én őket látom úgy, akik a legjobban tudják artikulálni most saját magukat és a mondani valójukat. Én azt gondolom, hogy, és ebben vitatkoznak politológus kollégák, hogy én három erőteret látok ma Magyarországon a belpolitikában. Az egyik a Fidesz-KDNP. Őket azt gondolom, hogy beszéltünk róluk, ők alapvetően most egy nagyon magas konjunktúrával rendelkező, erős kormányzati helyzetben lévő pártszövetség, aki régóta kormányoz. Tehát ők azt gondolom, hogy ilyen kérdésben politológiai szempontból most a legjobban állnak. Van egy másik erőtér, ez az ellenzéki összefogásnak az erőtere, ebből valóban kiemelkedik a DK és valamennyire Momentum, és a többi kisebb párt, aki ezekhez csatlakozik, ezeknek haszonélvezője volt. És van egy harmadik erőtér, amit sokan még nem neveznek feltétlenül erőtérnek, bár már azért egyre inkább megjelenik, és valóban, hogyha a pártokat külön-külön vesszük és számszerűsítjük, akkor a második legnagyobb ellenzéki párt az a Mi Hazánk. Ugye a Mi Hazánk azért lehet egy harmadik vonal, mert nem dolgozott sem az ellenzéki pártokkal közösen, nem lépett be abba a választási szövetségbe, sőt kifejezetten ellenezte azt, és ellenzi sok esetben a Fidesz-KDNP-ben való összefogást is. Bár azt hozzá kell tenni, hogy egy-egy kérdésben viszonylag konstruktívak próbálnak lenni, és hajlandóak olyan dolgot is támogatni, ami az ország érdekeit képviseli. Tehát azt gondolom, hogy ők további erősödésük fényében valóban egy komoly tényezővé tudnak válni, és ebből a három erőtérből meglátjuk, hogy melyek fognak tudni majd a következő időszakban sikeresen kampányolni a választópolgároknak. Érdekes, ugye úgy fogalmaztál, hogy vannak haszonélvezői ennek az ellenzéki összefogásnak. Most a Jobbik is úgy tűnt egy ideig, hogy a haszonélvezője ennek a dolognak. Persze nem úgy mentek, tehát erről már többször beszéltünk, tehát sokkal erősebben mentek, vagy erősebbek voltak előtte, mint ahogy aztán kijöttek ebből az egész választásból. Ugyanakkor az látható, hogy mióta Jakab Péter nincs a pártnak az élén, azóta, mintha elvesztette volna egyrészt az arculatát a Jobbik, másrészt meg ugye a hírek szerint nem sikerült még a kongresszust sem összehívni a pártnak. A helyzet az, hogy ez nem csak a Jobbikra igaz, az ellenzéki pártok többségénél van identitásbeli zavar probléma, hiszen kaptak egy nagy pofont a választásoknál, és ebből talpra kell állni. Az a kérdés, hogy hogyan tudnak talpra állni ebből ezek a pártok, illetve talpra tudnak-e állni. Hiszen a helyzet az, hogy nyilván nézegethetjük itt a pártoknak a népszerűségét, azt, hogy ki mérte fel ezeket a felméréseket. Nézegethetjük azt, hogy ezek a pártok, ezek önállóan mire lennének képesek, így együtt mire voltak képesek, de egy politikai pártnak a legfőbb célkitűzése az mindig a hatalom megszerzése. Ezek a szervezetek, ezek erre jönnek létre. Amikor ezt nem tudják hosszú időszakon keresztül betölteni ezt a szerepet, akkor az egy idő után a párton belül egy meghasonláshoz vezet. És valahol érthető az ellenzéki összefogás, hogy próbáljuk meg, hát ha itt sikerül, ebből ki lehet érezni egy kis elkeseredettséget, egy kis újítási szándékot, de nem sikerült. És ezek után tulajdonképpen ezeknek a pártoknak meg kell találni önmagukat, egy új identitást kell felvállalni. Kérdés, hogy ez mennyire fog sikerülni, és mondat elejéig visszatérve a Jobbikra, amit mondtál, a Jobbiknál pontosan az a probléma, hogy egy személyre építették föl ezt az elmúlt időszakban, ez Jakab Péter volt, és Jakab Péter elment a pártból, és ezt az ült, ezt pótolni kell, de hát azért, ha valaki az ellenzéki összefogást nézte csak nagyon nagy mennyiségben, ha pedig csak a Jobbikot, akkor teljes egészében az Jakab Péterről szólt az utóbbi időszakban.
hiányzik ez az űr? Hát ez egy dolog, a másik meg azért hatalmas identitás változáson ment keresztül a Jobbik, tehát azért az a Jobbik, ami létrejött annak idején, az a Jakab Péter féle Jobbikkal már köszönő viszonyban sem volt. Ez egy érdekes dolog, ezzel azért én egy picit másképp látom ezt a dolgot, azért nem ment identitás változás végbe a Jobbikba, mert lehet, hogy a politikai irányvonalba ezt szerették volna feltüntetni, csak közben a szavazóik elhagyták őket. Ez akkor lenne igaz ez a kijelentés, hogyha meg tudták volna őrizni a szavazóbázisukat, és ők is ezt az identitást fel tudták hozni, új jobbikos politikai identitást fel tudták volna venni. Nem ez volt a reakció a jobbikos választóknak, hanem az, hogy én megtartom a saját magam politikai meg, ez a Jobbik már nem engem képvisel. És így tulajdonképpen ez volt a kudarc ebbe a dolog, hogy egy olyan, ha úgy tetszik, egy olyan dolgot próbáltak a saját bázisuk torkán lenyomni, ami hát nem ízlett. Én igazából úgy láttam, hogy a szavazóbázisát próbálta lecserélni a Jobbik, csak az erőtér, ahova ő bement, ott meg viszont már, ha így fogalmazok, egy hatalmas tömegnyomor volt, és egy hatalmas harc volt a választópolgárokért. Ez így van. Az egy nagyon nagy probléma, de nem csak a politikában, ez bármilyen szervezetnél. Ha azokat az alapembereket, akik azt alapítják, gondozzák, nagyon sokáig nem becsülöm meg, hanem próbálok egy új irányt felvállalni, új embereket behozni, és ezeket az embereket, az alapítóimat, a hozzám leghűbbeket elhanyagolom, az egy idő után komoly problémáz. És hát ez lehet az oka annak, azt gondolom, hogy igen, itt a kongresszussal is voltak problémák az utóbbi időszakban. Csak nagyon röviden még egy szót a Jobbikról és az LMP-ről, mert ugye egy ilyen is felvetődött, a Mandiner írta meg, hogy olyan információk birtokába jutottak, miszerint a Jobbik és az LMP együttműködne akár a jövőben. Ezt az LMP részéről határozottan cáfolták, a Jobbik részéről viszont azért nem volt annyira egyértelmű ez a közlemény, amit kiadtak. Igen, ez így van. Ugye az LMP elhatározott, azt mondták, hogy erről szó nincs. A Jobbiknál pedig hát ugye az a kijelentés lényege, hogy nem tudják megerősíteni, de a közös cél elérése érdekében ők tulajdonképpen nem zárnak ki semmilyen esetőséget. Nehéz dolog ezt jelen pillanatban értelmezni, ne felejtsük el, hogy viszonylag két új alelnök van, tehát és ezzel az új alelnök, viszonylag új alelnökök, ugye most a választás után az összes ellenzéki pártnál leszámítva a DK-t volt tisztújítás. Ők azért most próbálják a saját soraikat rendezni, és próbálnak egy ütőképesebb programmal, egy ütőképesebb párttal a következő időszakban élni, hiszen hát azt mondhatjuk, hogy erős másfél éven belül Európai Unió, európai parlamenti választás és helyhatósági választások lesznek Magyarországon. Utolsó kérdésként, ezt, amit most mondtál, tehát európai parlamenti választás, önkormányzati választás, ez a 2023-at mennyire fogja már meghatározni, hogy látod? Ez egy érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy egy választáson nem lehet elég hamar felkészülni. Azt szokták mondani, hogy a választás napján már a következő választásra készülünk. És ez egy helyes gondolkodás. Vannak ellenzéki pártok, az MSZP-re gondolok itt, akik megpróbálnak már most kommunikálni olyan hangokat, hogy milyen elképzeléssel, tervel vágnak ebből, és összekapcsolják a kettőt. Meglátjuk, hogy milyen sikerrel tudja ezt a Kunhalmi-Komjáti páros majd a következő időszakban megmutatni. Fog 23-ról szólni, vagy 23-ban erről fog szólni pontosabban. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez fogja meghatározni a politikai közbeszédet, de már látni lehet most is, hogy a háttértárgyalások, amik nem feltétlenül a sajtó és a nyilvánosság előtt zajlanak, azok már most megkezdődtek, amúgy nagyon helyesen, és azt gondolom, hogy ez majd inkább 23 őszén, és hát lesz egy elindulás, és az azt követő időszakban pedig egy komoly felfutás, egy újabb kampányidőszak fog következni. Szántó Imre Lászlónak nagyon szépen köszönjük, bízom benne, hogy 2023-ban is tudjuk majd folytatni ezt a közös munkát, és még egy Európai Uniós elemzésünk még mindenképpen hátra van, és átcsúszik majd 2023-ra. Köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor itt kívánnék mindenkinek kellemes ünnepeket. Viszont kívánjuk mi is neked, nézőinek pedig a figyelmet köszönjük, legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé, akkor is tartsanak velünk, viszontlátásra!